Az orosz sajtó szerint a merénylet elkövetőit majd moszkvai bíróságra szállították, ahol vádat is emeltek ellenük. Az orosz elnök az elfogott terroristákról azt mondta, nekik már nincs jövőjük. Az orosz álláspont továbbra is arra utal, hogy a tetteseknek ukrán kapcsolataik voltak. Kijev ugyanakkor ezt tagadja. Lövések hangja és füst töltötte meg a Krasznogorszki koncerttermet péntek este. A merénylők egy rockzenekar fellépés előtt nyitottak tüzet a nézőkre, válogatás nélkül lőtték őket. Beálltunk a sorba a biztonsági kapunál, ekkor valaki elkezdett lövöldözni az épületnél. Először az utcán, nem tudtuk, hogy mi történik. Az üveg nagyon vastag volt, ezért nem tudtak betörni. Ezután egy másik bejárathoz mentek, ahol sikerült bejutniuk. Mi még mindig a sorban álltunk, amikor elkezdtek lövöldözni a tömegre. Emlékezett vissza egy túlélő, akinek időben sikerült elrejtőznie. Sokan a széksorok között vagy a mosdókban kerestek menedéket, amikor megjelentek a fegyveresek, azonban ez sem jelentett biztonságot, a merénylők ugyanis a lövöldözés után felgyújtották az egész épületet. Az orosz hatóságok már a támadás másnapján bejelentették, elfogták a fegyvereseket, a nyomozó hatóság pedig felvételeket is közölt, amin állításuk szerint az látszik, ahogy a négy férfit a moszkvai központjukba szállítják. Sajtóértesülések szerint vasárnap vádat is emeltek ellenük. Vlagyimir Putyin szombaton kemény büntetést ígért a terroristáknak. Az orosz államfő szerint a fegyveresek Ukrajna felé próbáltak menekülni, a határ túloldalán pedig már előkészítették az átlépésüket. A kijevi vezetés határozottan elutasította a vádakat. A pénteken Moszkvában történtekkel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy mind az orosz elnök, mind más aljas emberek megpróbálják áthárítani a felelősséget. Mindig ugyanazokat a módszereket alkalmazzák, történt már ilyen. Felrobbantott házak, lövöldözések és merényletek kapcsán mindig másokat hibáztatnak, fogalmazott szombatesti videóüzenetében Volodymyr Zelenszky. A moszkvai belügyminisztérium egyelőre annyit közölt, hogy az elfogott terroristák külföldi állampolgárok. A támadást egyébként az Iszlám Állam terrorszervezet egyik egysége magára vállalta. Ennek az alszervezetnek becslések szerint több ezer harcosa van, inkább egy gerilla csoport, amely alkalmanként terrortámadásokat hajt végre. Nagyrészt Afganisztánra összpontosítanak, de volt néhány támadásuk Pakisztánban is, és egy nagyobb akciójuk Iránban. A közelmúltban azonban az európai hírszerzés állítása szerint meghiúsítottak több merényletkísérletet, amelyek arra utalnak, hogy a regionális csoport egyre távolabb támad, akár Moszkvában, akár Európában. Magyarázta egy washingtoni biztonságpolitikai szakértő. Amerikai sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok március elején figyelmeztette Moszkvát, hogy az Iszlám Állam újabb merényletekre készülhet, és Oroszország is a lehetséges célpontok között van. Moszkva szerint azonban a figyelmeztetés nem volt elég konkrét.